Sziasztok! A mai videóban haverom vett egy fellelt állapotú, ledobott kis kapálógépet. Megpróbáljuk a mai napon kicsit beindítani, életet lehelni bele. Az állás során gyertya az nem volt benne, úgyhogy csak reménykedhetünk, hogy nincs beállva esetleg, de ez hamarosan ki fog derülni. Látott már szebb napokat is, meglátjuk, mit tudunk vele kezdeni. Elsősorban megnézzük, hogy van-e benne motorolaj. Nézzük is. Ha szerencsénk van, akkor hagytak benne egy kicsit. Úgy látszik, hogy akad benne egy kevés. Talán egy indítást ki fog bírni. A berántó sajnos hiányzik, de ezt meg tudjuk oldani egy csavarbehajtóval, reményeink szerint. Úgyhogy most azt következik, hogy ezt a burkolatot eltávolítjuk. Nézzük, sikerül-e. Megszabadultunk az egy darab csavartól, ami tartotta, nézzük, mit találunk alatta. Azt a mindenségit. Szinte gyári állapot. Persze nem. Most ki fogjuk találni, mivel fogjuk meghajtani. Aztán meglátjuk, sikerül-e. Illetve még mielőtt bármit is csinálnánk a hengerbe, azért juttatunk némi olajat, hogy ha esetleg kiszáradt és rozsdás, akkor kapjon némi kenést innen is. Nos, nézzük, elfordul-e a blokk. Nézzük, így ezen a módszerrel tudunk-e szikrát csiholni, illetve megnézni, hogy van-e szikra. Nézzük, nem tudom, mennyire fogjátok látni. Fókusz, megpróbálom belőni. Higgyétek el nekem, hogy van szikra. Az előbb megnéztük. Ezt el fogjátok hinni, amint beröffen ez a vadállat. Nézzük a tankot, reméljük, hogy nem száraz és nem rozsdás. Nem tudom, ti mit láttok belőle, én azt látom, hogy van benne kis benzin. A szaga alapján eléggé meg van dögölve, de rakunk bele valami frissebbet, és meglátjuk, hogy mi történik. Tartsatok velünk! Nos, amint mondtam, teszünk bele egy kicsivel frissebb üzemanyagot. Illetve a könnyebb indulás miatt, legalábbis reméljük, hogy indulni fog, a hengerbe is fecskendezünk egy kis üzemanyagot. Itt láthatjátok, szép magyaros gép, vagy magyar címerrel. Nem tudom, milyen célt szolgál. Arra jutottunk végül, hogy lehet, hogy a saját berántójával jobban járnánk. Találtunk benne egy kis madzagot, és megpróbáljuk visszarakni a helyére. Remélhetőleg sikerül. Nézzük, mennyi lehet rántani. Aha, úgy tűnik, hogy bemarad a dolog, úgyhogy egy kis szervizelést igényel talán. Amíg kissé szenvedős ez a berántó hekkelés, addig megmutatom, hogy milyen ajándék járt hozzá ez a modern, műszakis állapotú kis kocsi. Nagyon jó gumikkal. A rendszám most éppen nincs rajt, de van az is természetesen. Friss műszaki, stb. Jó, persze csak viccelek. De azért jó, hogyha van utána egy ilyen. Ja, de én nem nézzük, tudom leállítani. Nézzük a szervizelés után, működik-e a berántó. Hát úgy tűnik, valami van, de nem működik. Nézzünk egy kompressziót így még indítás előtt. Meglátjuk, hogy mennyire erős ez a vadállat. Némi technikai probléma. Hét bárig majdnem elmegyünk. Hát jó, szerintem ennyi bőven elég. 6,5-7 bár. Majd az indulásnál meglátjuk, hogy milyen hangja lesz.
Nos, megoldottuk a berántó kérdést. Úgy néz ki eddig, hogy működik. Úgyhogy most már lehet rángatni, hál' Istennek. Nehez a dolgunk volt, valamint gondoltuk, levettük a légszűrőt, és most úgy néz ki, hogy így azért légszűrő nélkül megy, mert hát ugye a légszűrő tiszta retek, ennyi állás után nem is csoda. Na nézzük, hogy elindul-e. Azt hiszem, ezt el lehet könyvelni sikernek. Nem tudom, mennyit állt a gép, de nagyon szörnyű állapotban van a légszűrő is. Illetve egyszer volt egy dugó megszorulás, ami azt gondoltuk, hogy véget vett a projektnek, de úgy látszik, hogy kapott egy kis olajat ismét, és működik. Itt lenne a légszűrő, nem tudom, mit láttok belőle, de tiszteletek, ezen nem tud átszívni semmit. Nos! Sikerült elindítani, légszűrő tisztítás után tökéletesen fog működni. Talán későbbiekben kaptok róla egy videót munkaközben. Köszönöm, hogy megnéztétek a tartalmat. Ha esetleg hasonlóra vágytok, akkor kövessetek be, lájkoljatok és osszatok meg. Sziasztok!